Szeretettel köszöntöm Önöket, egy újabb ünnepi beszélgetést láthatnak, kedves nézőink. A mai műsorba ezúttal Hagymási Andrást, a Fehérvár Média Centrum Kft. Ügyvezető igazgatóját hívtam, akit sok szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen, hogy meghívtál, és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Azért hívtalak a mai műsorba, hogy egy kicsit átértékeljük az idei évet. Ugye számos műsorunkban már számos vendégünk megjelent, és hát nyilván nem hagyhatjuk ki azt, hogy megbeszéljük, hogy itt nálunk a Média Centrumban ebben az évben mik történtek. Lehet, hogy majd egy picit korábbra is vissza kell, hogy nyúljunk, hiszen ez a Covid időszak azért mindent befolyásolt. Kezdjük is talán azzal, hogy szeretném, hogyha elmesélnénk a nézőknek azt, hogy ők is lássák, értsék, hogy milyen gazdálkodásunk van nekünk, honnan jönnek a bevételek, milyen kiadásaink vannak, és egyébként milyen évet zártunk. A Fehérvár Média Centrum Székesfehérvár önkormányzata cége. A jogszabályok az önkormányzatok számára kötelező kommunikációs feladatokat írnak elő. A lakosság tájékoztatása különböző eszközökkel történik. Egy ilyen nagyváros esetében, mint Fehérvár erre, még a 80-as években az akkori tanács egy önálló szervezetet, a Fehérvár TV elődjét hozta létre, és ahogy a város bővült, ahogy a gazdasága bővült, úgy egyre újabb tevékenységekkel gazdagodott a 80-as években elindult televíziózás, egészen odáig, hogy ma már a Fehérvár TV mellett a Vörösmarty Rádiót is, az azóta újonnan létrehozott Fehérvár Média Centrum Kft. Működteti, illetve van egy heti lapunk, a Fehérvár heti lap, és van két online hírportálunk. Ez az öt felület az, amivel a Fehérvár Média Centrum próbálja azt a kötelező önkormányzati feladatot ellátni a város megbízásából, amit a jogszabályok előírnak, és ami talán még fontosabb, hogy amit a székesfehérváriak elvárnak. Hogy ezt miből tesszük, nyilván miután köztulajdonban lévő cég vagyunk, és önkormányzati feladatokat látunk el, legalábbis javarészben, ezért a bevételeink egy részét, mondhatjuk azt, hogy valamennyire a többségét a város közössége biztosítja, tehát jelentős részben közpénzből gazdálkodik a társaság, de nagyon fontos az, hogy miután mi is a piacról is élünk, ezért jelentős saját bevételeink is vannak. Ez azt jelenti, hogy mint más televíziók, rádiók, újságok, online portálok, mi is értékesítjük a reklámfelületeinket, illetve a televízió még az egyik legnagyobb bevételszerző, hiszen rendszeres beszállítói vagyunk évek óta az országos televízió csatornáknak, főleg a közszolgálati csatornáknak, amit a városról, az országos televíziókban a nézők láthatnak, amit Fehérvárról megtudhatnak, azt hát, ha nem is 100, de több mint 90%-ban mi magunk készítjük, és az a Fehérvár televízió kameráin keresztül és a munkatársaink közreműködésével jut el az országos televíziókba. Ha lehet, akkor beszéljünk egy kicsit a számokról is, hogy nagyjából milyen összegekből tudunk gazdálkodni, és ebből mit, hogyan osztunk el? A bevételeink azok körülbelül a tavalyi, azaz a, most már mondhatjuk, hogy tavalyi, tehát a 21-es évben 350 millió forint körüli bevételünk származott az önkormányzati támogatásból, közel 200 millió a saját bevételünk, ami mutatja azt, hogy így nagyjából, ha nem is egálban, de a városi támogatás többségéből él a társaság, ebből látja el a kötelező feladatokat, és hogy mire megy el? Hát egy média vállalkozás az humán erőforrás igényes, hiszen itt az alkotás az egy emberi folyamat, itt nem gépek dolgoznak, hanem emberek, úgyhogy a kiadásainknak a fele az a bérekre és járulékaira megy el. Ugyanakkor van egy nagyon drága és folyamatosan fejlesztésre szoruló infrastruktúránk, egy műszaki hátterünk. Ahhoz, hogy amit az előbb is említettem, hogy az országos televízióknak megfelelő műszaki igényességet tudjunk biztosítani, ahhoz bizony a legkorszerűbb eszközökkel kell rendelkeznünk, amit azért időnként erőnkön felüli vállalás beszerezni és biztosítani, de szerencsére eddig ez sikerült. Nyilván ehhez szükséges a város hozzájárulása, amiért nem lehetünk eléggé hálásak. Említetted a humán erőforrást, azt tudjuk-e pontosan, hogy nagyjából hányan dolgozunk itt?
Körülbelül 50 fő dolgozik a Fehérvár Média Centrumnál. Van néhány olyan külsős kolléga, akik más jogviszony mentén dolgoznak. Körülbelül 10 fővel csökkent az összlétszámunk az elmúlt 2 év során. Ugye az önkormányzat, amikor a világjárvány elindult, akkor jelentősen, számunkra jelentős mértékben csökkentette az önkormányzati támogatást, és szerencsére azért nem kellett aktívan megválnunk kollégáktól, de a természetes fogyást azt nem kompenzáltuk, tehát így egy kb. 10 fővel kevesebben vagyunk, mint voltunk 2019-ben. És ezzel a kisebb létszámmal látjuk el tulajdonképpen ugyanazokat a feladatokat, amiket korábban. Nyilván ez sokkal komolyabb odafigyelést igényel a kollégák részéről, nyitottságot más feladatokra, de amiből élünk, abból gazdálkodunk, nyilván azt tesszük, ami a feladatunk továbbra is. Teljesen természetes, hogy amikor a város problémákkal néz szembe, amikor bizonytalanná válnak a saját bevételek, nem lehetett tudni még 2020 első harmadában, hogy mit jelent majd a világjárvány Fehérvárra nézve, hogyan csökkennek az adóbevételek, mi változik az állami támogatásokból. Tehát ezt a bizonytalanságot egy óvatos tervezéssel próbálta csökkenteni az önkormányzat, amiből mi magunk is kivettük a részünket. Természetes, hogy a város cégei ilyenkor az önkormányzat mellett kell, hogy álljanak, mi is ezt tettük. És ti is óvatosan terveztetek, ahhoz képest, ahogy ez a járvány ebben az évben is ugyanúgy itt volt velünk, azért elmondhatjuk talán, hogy egy sikeres évet zártunk idén is. Az üzleti tervünket tudtuk tartani, minimális nyereséggel zárt a cég, ami itt nyilván nem egy jövedelemtermelés a cél, egy önkormányzati közfeladatokat ellátó társaságnál, de pár millió forintos nyereség, tehát pozitív eredmény keletkezett, és azokat az alapvető dolgokat, amiket szerettünk volna elérni, akár műszaki fejlesztésben, akár a kollégák munkájának a honorálásában, azt el tudtuk érni az idei évben. Beszéltük többször, említettük már a pandémiát. Picit beszéljünk arról, hogy hogyan érintette ez a mi közösségünket, hiszen hát itt is ugyanúgy a munkát meg kellett szervezni, itt ugye nagyon sok esetben nincsen home office, itt ugye mindig itt kell lenni, mindenhol ott kell lennünk, hiszen tőlünk kapják első kézből a híreket az olvasók, hallgatók, nézők. Így van, ahogy mondod, és erre kevesebb figyelem irányult az elmúlt 2 évben. Teljesen természetes, hogy mindenki méltányolja a mentősök, az orvosok, az ápolók, a szociális ágazatban dolgozók, vagy a gyermeknevelésben dolgozók, pedagógusok munkáját és erőfeszítéseit egy ilyen helyzetben. De én úgy érzem, hogy kötelességem, mint a médiában dolgozó vezetőnek kiemelni nem csak a saját kollégáim munkáját, hanem az országban, a helyi országos médiában dolgozó kollégáknak azt az erőfeszítését és felelősségét, amivel az elmúlt 2 évben találkozhattunk. Ha magunkat nézzük, mert mégiscsak a saját munkánkról tudunk legtöbbet, mi ugyanúgy az első vonalban, a frontvonalban voltunk ott a legveszélyesebb időszakban is. Mi soha nem álltunk le, egyetlen percre nem szünetelt a tévé vagy a rádió műsora, mindig megjelent az újság, hiszen a fehérváriak, illetve a város környékén élők igényelték és várták a híreket. Ráadásul megalapozott, őszinte és hiteles híreket vártak tőlünk. Tájékoztatást, információt arról, hogy mikor mi történik, hova kell fordulni, ha baj van, miben tud segíteni az önkormányzat, milyen lehetőségek vannak. Ezek olyan közfeladatok, amiket nekünk ugyanúgy el kellett látni, mint ahogy az orvosnak a beteggel kellett foglalkoznia. Nyilván kevésbé vagyunk reflektorfényben, nem is igényeljük ezt feltétlenül, hiszen mi a kamerának meg a mikrofonnak is a másik oldalán állunk, de mi magunk azért el kell, hogy ismerjük azt, hogy nagyon komoly munka volt, kockázatos volt ez az elmúlt 2 év, reméljük, hogy ez a kockázat azért hamarosan most már véget ér, de én neked is, kollégáinknak is, és mindenkinek, aki ebben a szakmában dolgozik, úgy érzem, hogy őszintén mondhatok köszönetet, hiszen ugyanúgy ott voltunk az első vonalban, és mindvégig helytálltunk, és tettük a dolgunkat, ahogy minden más szakmában dolgozó, akinek ez volt a feladata.
Hát most, hogy köszönetet mondtál, szerintem mi is köszönetet mondhatunk egyébként azért, hogy ugyanúgy biztosítva volt az, hogy volt munkahelyünk, tehát hogy ez nekünk is jó dolog. Ez egy vezetőnek a legfontosabb feladata, az egyik legfontosabb az, hogy amikor krízis van, akkor is próbálja meg biztosítani a működést. Miután itt emberek dolgoznak, javarészt, és az ő munkájukon múlik az, hogy lesz-e adás, lesz-e újság, szól-e a rádió, így a legfontosabb az, hogy a munkakörülményeket biztosítjuk. Nálunk nem lett senki elküldve, nem lettek szabadságra küldve, indokolatlanul az emberek nem kellett fél munkaidőben dolgozni, mi ugyanúgy fizettük a béreket, ugyanúgy mindenkinek volt helye, volt munkája, és aki itt akart maradni, az itt tudott maradni. Ez olyan dolog, ami tulajdonképpen természetes, és így kell lennie, de tudjuk, hogy máshol nem mindenhol sikerült ez így. Én azt gondolom, hogy érdemes az ilyen apró sikereket is megbecsülnünk. És szerintem egyébként a védekezésünk is teljesen jó volt, hiszen egy-két megbetegedést leszámítva nálunk nem voltak nagy gondok. Annak ellenére, hogy a Fehérvár Médiacentrum egy kellően kreatív munkahely, és az emberek is, a szokottnál extrovertáltabbak, és az életüket élik, és impulzusaik vannak, és intenzíven töltik a mindennapokat, ennek ellenére kellő bölcsességgel vannak a kollégák felruházva. Ezt annál is inkább mondhatom, hiszen 97%-os az átoltottság a munkatársaink körében, ami úgy érzem, hogy jelzi azt a felelősségtudatosra és bölcsességet, ami szükséges ennek a munkának az elvégzéséhez. És hát ez tényleg szükséges is, hogy átoltottak legyünk, hiszen hát rengeteg rendezvényre, eseményre járunk, ahol tényleg tömegek akár is megfordulhatnak, úgyhogy ez fontos, fontos mindannyiunk számára. Azt tudjuk-e, hogy mi alapján mérik, vagy méritek a nézettséget, az olvasottságot, a hallgatottságot, milyen adatok jönnek vissza? Ez nem egyszerű mérni, ugyanis az országos nézettség vagy hallgatottság kutató cégek azok a helyi televíziókat, rádiókat nem veszik be a mintájukba. Érthető módon, hiszen ők országos adatokat gyűjtenek, és országos szinten egy Fehérvár televízió nézettsége az értékelhetetlen. Azt, hogy itt helyben mérjenek, ahhoz pedig a fehérvári piac kicsi, hogy ide, vagy egy bármilyen városra külön kutatást folytassanak, vagy mérést folytassanak ezek a cégek. Tehát a helyi média fogyasztását azt igazából nagyon nehéz mérni. Leginkább tapasztalati alapon tudjuk azt mondani, hogy igenis nagy az érdeklődés és az igény alapvetően a helyi hírtartalomra, amiben itt Fehérváron is a televízió, a rádió élen jár, és ez az, ami a helyi közösséget, a fehérváriakat, a város környékén élőket leginkább megszólítja. Az, hogy szükség van a helyi tartalomra, az egészen biztos. Ez nemzetközi jelenség. Az, hogy átalakulnak a média fogyasztási szokások, az is nyilvánvaló. De a videótartalom fogyasztás az van és növekszik. Ma még a többség talán a televízió képernyő előtt figyeli a helyi híreket. Egy másik jelentős része már a számítógép előtt. A videótartalom, hogy így fogyasztjuk, vagy úgy, tulajdonképpen mindegy, az már csak a technológián múlik, hogy hogyan jut el a nézőhöz az adás, vagy éppen a mi beszélgetésünk. A lényeg az, hogy a helyi hírek, a helyi közösség sorsa, jövője, az életét befolyásoló események, a rendezvények, a lehetőségek, egy színház, mozi, más sport eseményeknek az eredményei, vagy éppen az, hogy mire számíthatnak a fehérváriak következő hetekben, ez mindig is fontos lesz egy helyi közösség számára, és ezt viszont csak a helyi média tudja biztosítani. Soha nem fog egy országos televízió azzal foglalkozni, hogy mit játszik a Vörösmarty Színház. Mondjuk erre lehet, hogy egy kicsit rá tudok cáfolni, mert amikor mondjuk egy ilyen ötös megrendelésünk van, akkor lehet, hogy éppen erről számolnak be. Beszéljünk egy kicsit akkor részletezve a felületeinkről, hogy milyen változások történtek, ugye voltak azért változások, lesznek is változások, milyen évet tudhat mondjuk magáinak, mondjuk kezdjük akkor a Vörösmarty Rádióval. A Vörösmarty Rádió ugye 2020-ban
nem egyszerűen és egy több hónapos küzdelem árán, de elnyerte újabb egy évtizedre a frekvencia hasznosításának a jogát, tehát a 99,2-es MHz-en továbbra is a Vörösmarty rádió műsorát hallgathatják a fehérváriak, ami egy nagy siker, hiszen ez egy olyan szöveges rádió, amiből csak néhány van az országban, és ez a műfaj nemzetközileg is ritka, bár nem lehetetlen, hogy a rádiózásnak az egyik iránya lesz a jövőben, ami ezt a szakmát, vagy ezt a műfajt életben fogja tartani, hiszen ha belegondolunk, zenét már egyre kevesebben hallgatnak, úgyhogy leülnek a rádió elő, és megvárják, hogy mit szerkesztettek számukra. Mindenki saját maga állítja már össze, hogy mit akar hallgatni. A szöveges rádió viszont, ha értékes tartalmat kínál, őszinte emberi hangot sugároz az éterben, akkor arra lesz kereslet a jövőben is. Mi is ezt célozzuk. Nem hallgatják tömegek a rádiót, de az a 10-15%, akit a vételkörzetben elérünk a műsorunkkal, azok az emberek, akik kíváncsiak a híreinkre, kíváncsiak a beszélgetésekre, azokra az érdekes emberekre, akiket mi megszólaltatunk, és arra rengeteg értékes tartalomra, amit a rádió előállít. Ugyanez a helyzet egyébként a televízióval is. Vannak magazinműsoraink, beszélgetések, egy csomó olyan tartalom, ami érdekes és egy-egy célcsoportot érint, de azért a mi legfontosabb feladatunk akkor is a hírszolgáltatás. Ahogy a rádióban is a hírműsorok a központi legfontosabb dolgunk, és ugye az a leggyorsabb hírközvetítő műfaj még az internet korában is, hiszen gyakorlatilag azonnal tudunk reagálni valamire. A televízió, a helyi tévé is pedig az az eszköz, az a műfaj, amivel legalaposabban körül lehet járni egy adott kérdést. A hír műfaj a televízióban is erős, és továbbra is ez lesz a központban, és ez a fő feladatunk, hogy a fehérváriakat, illetve most már a város elég nagy környékét, hiszen körzeti televízió lettünk, közel 500 000 embert, akit elérünk a földi digitális sugárzásunkkal, őket megfelelő helyi térségi hírekhez juttassuk. Az idei évben voltak olyan fejlesztéseink is, amik érintik, például a televíziót, hiszen egy új adóberendezést üzemeltünk be az Öreghegyen a víztorony tetején. A korábbi berendezés az azon túl, hogy elavult, azt a térséget, amire engedélye van a Fehérvár televíziónak, nem tudta besugározni, ezért egy új adóberendezést kellett vásárolnunk. Erre szerencsére a tulajdonos önkormányzattal együttműködve tudtunk forrást találni a 2021-es évben, ami egy nagy műszaki sikernek tudható be. Nyilván ezt a tévénéző közvetlenül nem érzékeli, de nekünk azért fontos, hogy most már egy biztos műszaki háttérrel készülhetünk a következő 10 évre, amíg a Fehérvár TV biztos, hogy a nézők elé kerül. Említettük az előbb a rádiót, és most eszembe jutott, hogy nem mehetünk amellett el, hogy bár folyamatosan meg kell újulni a műsor struktúrának, azért az emberállomány is bővült a rádióban, hogyha most itt a fiatalokra gondolok, hát fiatal tehetségekkel gyarapodtunk, én azt gondolom, akikre büszkék lehetünk már most. Így egyelőre bontogatják a szárnyokat és tanulnak, de vannak olyan fiatal leendő, vagy olykor már mondhatjuk azt, hogy már ma is kollégáink, akikre érdemes odafigyelni, hiszen komoly tehetségek, akiknek igyekszünk lehetőséget adni. Az utánpótlás behozatala a média világába, főleg a helyi médiába egyre nehezebb. Az igények és a várakozások óriásiak már a fiatalok körében is. A feladat és az idő, amit rá kell fordítani, és a tanulási szükséglet, ami jár azzal, hogy ezt a szakmát, amilyen sokrétű elsajátítsák, arra nem mindig vannak fölkészülve. Van egy komoly szakadék az elvárások és a valóság között, ezért nagyon nehéz olyan fiatal, tehetséges kollégát behozni, aki nincsen teljesen elkötelezve amellett, hogy ő újságíró akar lenni. Szerencsére azért vannak ilyenek, és nekünk a jövőre is kell gondolnunk. Neked még nem, nekem már igen, de amikor arról beszélünk, hogy utánpótlás, nyilván helyet kell adni a fiataloknak. Vannak szerencsére olyanok, akikre számíthatunk tévében és rádióban is, és a szűkös lehetőségeink ellenére is azért
próbálunk nekik lehetőséget biztosítani. Picit menjünk még vissza a tévére, mert ott viszont szerintem egy nagyon fontos szegmense a televíziózásnak és a mi általunk szolgáltatott híreknek tényleg az országos médiában való megjelenés, hiszen hát a kereskedelmi csatornákon is, és hát a nagy hazai királyi tévén is megjelenünk, ami azt jelenti, hogy országos érdeklődés van egyrészt az eseményeinkre, másrészt az általunk gyártott produktumokra. A magyar televízió a helyi hírekre is kíváncsi, illetve hát a nézői elsősorban, és szerencsére kialakult egy együttműködés számos helyi televízióval országszerte a tartalombeszállításra, és ennek vagyunk mi az egyik szerződött partnerei. Ehhez azért nagyon komoly szakmai és műszaki feltételeknek kell megfelelni, amit szerencsére tudunk teljesíteni, és így azért a nézők, amivel találkoznak a magyar televízióban, az legtöbbször ugye tőlünk ered. Igen, ez komoly feladat, meg kell felelni neki, de büszkék lehetünk rá, hogy ami nálunk készül, amit mi és a kollégáink állítunk elő, az bizony megüti az országos televíziók színvonalát is. És akkor beszéljünk még másik két felületünkről. Egyrészt a székesfehérvár.hu valamelyest ugye hozzánk tartozó felület, és az fmc.hu, ami viszont idén egy megújuláson esett át. Szerencsére a másik nagy fejlesztésünk a tévé adóberendezése mellett az egy új szerkesztői felület volt az fmc.hu oldalon, illetve egy arculatváltás, egy megújulás, amit az olvasó is érzékel. Szebb lett, korszerűbb lett, modernebb lett, jobban használható lett az oldal, és ugyanúgy a szerkesztés is könnyebb lett, ami az olvasót kevésbé érdekli, de a kollégáknak nem mindegy, hogy milyen a háttér, ami által az egész oldal működik. Ez egy olyan komoly fejlesztés volt, amit szerencsére a 21-es évben végre tudtunk hajtani. Jövő évben spórolós évünk lesz, a 22-es év az valószínű, hogy megfontoltabban és óvatosabban fog telni. Inkább amire koncentrálunk az, hogy a kollégákat meg tudjuk tartani, hogy azokat a juttatásokat, amiket korábban tudott biztosítani a cég, azokat a jövőben is tudjuk biztosítani. Ez lesz most a jövő évben inkább a fókuszban. A műszaki fejlesztések során pedig alapvetően arra törekszünk, hogy ami színvonalat, műszaki színvonalat, tartalmi színvonalat eddig megszoktak tőlünk a nézők, az olvasók, a rádióhallgatók, azt a következőkben is tudjuk biztosítani. És akkor még nem ejtettünk szót az újságunkról, Fehérvár magazinról. Picit, mintha kevesebb tartalom lett volna idén, ez is biztos a spórolás, gazdálkodás miatt, vagy hát majd mindjárt elmondod, hogy mi az oka, mi lesz ezzel a jövőben? Kellett spórolnunk, és a nyomtatott sajtó az egy drága műfaj, még úgy is, hogy azért az újság majdnem behozza az árát, de ez a jövő évben már nem biztos, hogy igaz lesz. Ugyanis egy olyan nemzetközi piaci jelenség indult el, és egyre durvul a világszerte, amire senki nem lehetett fölkészülve, különösen nem a nyomdaipar. A papírpiacon egy olyan jelenség van, hogy óriási a kereslet a Távol-Keletről, mi tudjuk, hogy Kína központulag, de egy nagyon jelentős térségbeli gazdasági növekedés van évtizedek óta, gyakorlatilag minden alapanyagot felszív a kínai piac, így a papír piacon jelenlévő kínálatnak is egy jelentős része az oda irányul. Emellett az elmúlt két évben, amióta a járvány nemzetközi szintéren is ugyanúgy érzékelhető szinte minden országban, óriási növekedésnek indult az internetes rendelés és a házhoz szállítás. Amikor rendelünk egy apróságot, maradjunk a szakmánkban mondjuk egy zsebrádiót, az az ekkora zsebrádió egy ekkora dobozban fog megérkezni, és ami kitölti a lukat, az papír. Ez is óriási mennyiség, és a papírgyárak kapacitásait jelentősen leköti. És van egy harmadik tényező is, ami ezt a papírpiaci anomáliát okozza, az pedig olyan, ami részben jó, és örülünk neki, részben nekünk is szakmai szemmel, azért ez a szakmai szemünk könyvbe lábad, ez pedig a
a környezetvédelmi szempontok, hiszen most már nem műanyag szívószállal szívogatjuk a kávét, hanem papír szívószállal. Hogy milyen érzés, azon lépjünk is túl, de ez is egy óriási keresletet generál a papírpiacon, és egész egyszerűen nincs annyi papír, amennyi a piaci keresletet tudná fedezni. Ez azzal jár, hogy a nyomdák nem jutnak alapanyaghoz, nem tudják ütemezni a munkájukat. Az árak az elmúlt évben többszörösére nőttek, és egész egyszerűen nincs olyan nyomda az országban, aki garantálni tudná egy évre előre, hogy egy ilyen nem olyan óriási mennyiséget jelentő tételt, mint amilyen a Fehérvár magazin, ami heti 30 ezer példányban jelent meg, vagy jelenik meg, hogy erre garanciát tudjon vállalni. Úgyhogy jelenleg ugye a tavasz közepéig végéig látunk előre, április végéig biztos, hogy számíthatnak az olvasók a Fehérvár magazinra, talán egy néhány héttel tovább, de hogy fogjuk-e tudni tovább finanszírozni a lapot, az attól is függ, hogy a piaci körülmények azok változnak-e valamelyest a jövő évben. Ha nem, akkor az következik be, ami nekem a szívemet töri össze, hogy az újságírás alapját, ennek a szakmának a fundamentumát jelentő nyomtatott sajtótól itt Fehérváron legalábbis a heti lapunkat tekintve el kell búcsúznunk, de minden erőmmel és a kollégákkal együtt azon leszünk a jövő évben, hogy ezt a nagyon sokak által még mindig igényelt és szeretett és nagyon komoly olvasótáborral rendelkező heti lapunkat továbbra is meg tudjuk tartani. A bizakodás bennem van, de a realitást is látnunk kell, ami viszont azért a hurrá optimizmusra nem adokott. Hát én is bízom benne, hogy ez sikeres lesz. Még beszéljünk egy picit jó dolgokról itt a műsorunk végén. Azért az évben történtek jó dolgok is, akár elismerés tekintetében, akár a kollégáink személyes sikerét is mondhatnánk, ami nyilván egy csapat munkának köszönhető. Így van, és mielőtt elkezdtük a beszélgetést, a rád jellemző szerénységgel kértél, hogy ne mondjam, de azért csak hadd mondjam azt, és hadd legyek rá büszke, hogy te vagy a 2021-es Penna Régia díjazott itt Székesfehérváron, ami nagy öröm és nagy büszkeség nem csak neked, hanem nekem is valamennyi kollégának, és ismét gratulálok hozzá. Egy másik sikeredhez is, hiszen a Helyi Televíziók Országos Egyesületénél egyik filmeddel, ugye helyértékdíjan második helyezést értél el, ami megint csak egy nagyon szép eredmény, de beszélhetünk a kollégák szakmai és szakmán kívüli sikereiről is, hiszen Vakler Lajosnak az idén megjelent, ha jól tudom, két könyve is, ami a város különböző témáit dolgozza föl, az egyik Demeter Vilmos életét járja körül, a másik pedig a sorozata, a Fehérvári Beszélgetések sorozatának most már negyedik kötete, ami egy nagyon nagy munka és nagyon értékes alkotás. Búrján Zsigmond kollégánk, akinek a Csak még egyszer előre című filmje, az a Fejér megyei értéktárba került be, olyan klasszikus értékek mellé, mint például a tikverőzés, tehát vannak olyanok, de magánéleti dolgokat is, egész egyszerű dolgokat is kiemelhetnénk, hiszen Bauer Tibor kollégánk pedig fölbiciklizett két olyan európai hegycsúcsra, amire még autóval se vágnék neki szívesen az útnak, mert olyan magasan van, de ő megtette, és ilyen apróságokra is igen. Igen, és hát ne felejtsük el, hogy gyermekáldás is történt nálunk, ugye Kis Dávid Renáta ikerfiainak adott életet, és a többi sorolhatnánk, és hát még jönnek a babák egyébként. Bízunk benne, hogy így lesz. Az én gyermekeim már nagyobbak, lassan úgyis eljutunk ide, hogy a karácsonyról is beszélgessünk, már egyetemisták, sőt a lányom éppen most végzett pár hete, úgyhogy ő már az élet kapujában áll, a fiam is egyetemre jár, lassan jövő ilyenkor végzi majd el az alapkurzusát. Most még kisgyerekek születnek a tévé és a rádió, meg az összes többi felületünk munkatársainál, aztán majd megnőnek ők is, lesz belőlük nagy gyerek, aztán fiatal felnőtt. Érdekes dolog a szülői hivatás,
legalább olyan érdekes, mint az újságírói hivatás, úgyhogy mi elmondhatjuk, hogy duplán érdekes életet élünk, de így van ez jól, mindenki legyen ilyen, és én azt kívánom a kedves nézőknek is, hogy töltsék ugyanolyan szeretetbe az ünnepeket, és ugyanolyan boldogan a jövő évet, mint ahogy bízom benne, hogy te is, én is a családommal, és remélem, hogy a kedves nézők és minden kollégánk ugyanígy fogja tölteni az év végét. A jövő évre pedig azt kívánom a nézőknek, hogy töltsék a Fehérvár TV képernyő előtt az estéket, és amiben eddig számíthattak ránk, abban ezután is mi a hírekkel jelen leszünk, és próbáljuk mindazt, amit el kell mondanunk a jövő évben is elmondani a fehérváriaknak, és azoknak, akik a város környéken a mi műsorunkat figyelemmel kísérik. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, legyen így minden, ahogy mondtad. Áldott ünnepeket kívánunk a nézőknek, és boldog új évet, és neked is sok-sok sikert köszönöm a következő szépen. Évhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Boldog új évet kívánunk önöknek, tartsanak velünk jövőre is. Viszontlátásra!